Vizesedett az épületfala, most a vízszigetelést is megoldják a Váci utcai mocorgó óvodában. Az épület mögött 33 méter hosszan kerti szege építése van folyamatban, amit utána egy dörkelemezt építünk be, és drénkavicssal lesz feltöltve. Ez az épület vízelvezetése miatt fontos. Az udvaron 600 négyzetmétert kavicsoztak le. A kültéri játékokat is gondozásba vették a karbantartók, megjavították, amit kellett. A kis vizes medence is átalakul, térköves pancsoló lesz belőle zuhanyzóval. Most itt a legizgalmasabb rész, azt hiszem, hogy a pancsolónak a javítása lesz, annak a felújítása, hogy minél több kisgyerek itt a lakott telep közepén lehetőséget kapjon arra, hogy pancsolhasson, vizezhessen. Mozgásos óvodáról révén szó, törekszünk arra, hogy minél többet kin legyenek a gyerekek, kin is mozogjanak. Még több udvari játékot szeretne az intézmény, sőt a tervek szerint a szülők és a gyerekek is együtt játszhatnának különböző programokon. Ehhez kerti bútorok, eszközök is kellenek majd. A belső helyiségek tisztasági festése hamarosan megtörténik, a beltéri játékkészletet pedig újabb, fejlesztő játékokkal bővítenék. A sószobában lévő asztalt is rendszeresen feltöltik a kicsiknek. Itt olyan feladatokat játszanak, amelyek a tüdőt erősítik. A baleset megelőzésre helyeztük a nagy hangsúlyt, és arra figyeltünk, hogy azok a területek, ahol bármifajta sérülés vagy baleset előfordulhat, a gyerekek és természetesen a felnőttek védelmébe is, azok megoldásra kerüljenek. Ezért építik újjá a megsüllyedt térkőburkolatot a bejáratnál, ahol már szintkülönbség is kialakultak egy-egy meglazult elem miatt. A csapadékos időjárás kissé hátráltatta ugyan a múlt héten kezdődött munkát, de legkésőbb jövő hét elejére mindennel elkészülnek a szakemberek a mocorgó óvodában.